Szentgyörgyi Albert 125 évvel ezelőtt, 1893. szeptember 16-án született Budapesten. Annak pedig 90 éve, hogy a 35 éves Szentgyörgyi Albert először jött el Szegedre, amikor megkapta egyetemi tanári kinevezését, és Krebersberg Kuno miniszterrel nézték meg a felsőoktatási intézmény építkezését. Az egykori rektor szobránál Fendler Judit mondott beszédet. A kancellár nem csak a múltról, hanem a jövőről is szólt. Úgy gondoljuk, hogy a Szegedi Tudományegyetem előtt azokhoz a fejlesztésekhez hasonló jelentőségű fejlesztések tudnak elindulni, és hasonló reményeink szerint hasonló eredményeket, hasonló tudományos áttöréseket, illetve hasonló a Szegedváros és a térség és a vidék régió életére meghatározó jelentőségű fejlesztéseket tudunk elindítani. Szentgyörgyi Albert az 1930-as évek elején Szegeden különítette el a C-vitamint, mégpedig az itt termelt paprikából. Munkájának eredményeit 1937-ben ismerték el az Orvosi Élettani Nobel-díjjal. Mindmáig ő az egyetlen tudós, aki Magyarországon befejezett kutatásaiért vehette át ezt az elismerést. Szentgyörgyi 1940-ben a Szegedi, azaz akkor Horthy Miklós Tudományegyetem rektora lett. A II. Világháborúban részt vett a német megszállókkal szemben az ellenállásban, emiatt bujkálnia kellett. Az 1947-ben történt politikai fordulat miatt az Amerikai Egyesült Államokba költözött, ahol később az ottani Tudományos Akadémiának is tagja lett. A mai megemlékezésen a Szegedi Tudományegyetem vezetői, szenátusának és professzori karának tagjai is részt vettek.